Így néz ki egy erősen elszurkosodott kémény. Jól látható, hogy a belseje annyira elkátrányosodott, hogy egészen leszűkítette a járatot, és a fény is alig jut át rajta. Egyrészt a kémény rossz műszaki állapota, másrészt a helytelen tüzelés a rossz minőségű tüzelőanyag használata miatt alakul ki, akár két-három hét alatt tudtuk meg a szakértőtől. A kémény az az égés elvezető az, ami a lakásban vagy a házban biztosít egy természetes huzatot, ami ahhoz fog hozzásegíteni bennünket, hogy az égéstermék az nem vissza a lakás helyiségeibe, szobáiba fog áramlani, hanem szépen majd a szabadba fog távozni a kéményen keresztül. Ezért ennek nagyon fontos a karbantartása. A szóvivő kiemelte, az ingatlanokban elhelyezett füstérzékelő készülék sokat segíthet, ha már bekövetkezett a baj. Ez gyakorlatilag az első jele az égésnek, aznak, hogy valami bizony meggyulladt, vagy éppen lassan izzik, parázslik, ami később odáig vezethet, hogy akár berendezési tárgyak, bútorok gyulladhatnak meg. Tehát ezek azok, ez az, az eszköz, megint csak ami azt segít nekünk, hogy a füstnek a minimális koncentrációját már fogja, ilyen szinten hívja fel a lakó figyelmét arra, hogy intézkedni kell adott esetben. És megfigyelhető az is, hogy a Beavatkozás ideje drasztikusan csökkenthető ezzel. A statisztikák szerint közel ötödére. 2021-ben Tolna megyében 72 lakástűz történt, országosan pedig már több mint 5200 esethez vonultak a tűzoltók. Az elmúlt 9 hónapban a lakástűzek 51 halálos áldozatot követeltek.